nekem meg, hogy ki az, aki, akit maga szeret. A család. Ki? Édesanyám, fiam. Van fia is? Van fia. És abból mi lesz? Gyilkos? Abból is gyilkos lesz? Remélem, remélem, hogy nem. És az kin fog múlni. Köztársaság nevében. Szűcs Gábor másodrendű vádlott, bűnös, egyrendbeli, nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettében, mint tettes, és egyrendbeli kifosztásban, mint társtettes. Ezért a bíróság Szűcs Gábort halmazati büntetésül életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítéli. Feltételes szabadságra legkorábban 22 év után bocsátható. A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján az alábbi tényállást állapította meg. Szűcs Gábor és alkalmi ismerőse H. Gyula 1998. március 21-én már a délutáni órákban italoztak különböző szórakozóhelyeken, de döntően a későbbi sértett házától mintegy 100 méterre lévő vendéglőben, ahonnan 22 óra körüli időben távoztak azzal a céllal, hogy Kecskemét belvárosában tovább szórakoznak. Pénzük azonban elfogyott, így körülbelül egy óra elteltével visszatértek a H. Gyulával szemközt lakó sértett házához, azzal a közös elhatározással, hogy kifosztják a 73 éves egyedül élő asszonyt. Szűcs Gábor a kerítésen átmászott, H. Gyula eközben figyelt. Először a melléképületben található ingóságukat vitték el. Ezt követően Szűcs Gábor arra lett figyelmes, hogy a sértett hálószobájában működik a televízió készülék. A villanyórát lekapcsolta, megvárta, míg az áldozat elemlámpával kiér az előtérbe, majd körülbelül 12-15 percen át módszeresen bántalmazta őt. A sértett sérülései olyan súlyos természetűek voltak, hogy az életét azonnali és szakszerű orvosi beavatkozás sem menthette volna meg. Tudták-e, hogy a néni otthon van, amikor elindultak? Én nem tudtam. Nem is ismertem a sértettet. Tehát nem tudták. A döntő pillanat az, amikor megtudja, hogy a ön elképzeléseivel ellentétben a néni otthon van. Ugye, ha jól sejtem, ez volt a döntő pillanat. Ott mi történt a maga fejében? Végülis azt nézek, ez sem volt döntő pillanat. Így nézve, mert úgy jöttünk, hogy a tévé ment bent a lakásba. És ekkor lekapcsoltam a villanyórát, tudom, a tévé sötét legyen benne a lakásba, és úgy akartam bevenni a ablakon keresztül. Csak a néni jött ki zseblámpával a lakásból, és ahogy kilépett, egy erős veggel fejbe vágtam. Hát én arra számítottam, hogy elájul, és akkor nem lesz semmi gond. Tehát arra számítod, hogy harcképtelenné teszi, aztán kutakodnak a lakásban, megkeresik a pénzt és elmennek. Igen. Ezzel szemben a néni nem vált harcképtelenné, és maga körülbelül negyed órán keresztül a vádirat szerint, hosszú perceken keresztül ütlegeltek, faggatta a pénz holléte felől, és így tovább, és így tovább. Elborult az agya? Ezt még most tudnám megmondani. Hát hideg számítással egy 155 centis nénit, 41 nehány kiló, maga pedig 195 centis ereje teljében. Hideg számítással miért volt szükség erre a rettenetes brutalitásra? Nem tudnám megmondani. Lelkész úr, a bűn mélységét meghatározza-e az, hogy
úgymond jó emberrel, vagy rossz emberrel szemben követték el. Én azt hiszem, hogy a bűn bűn. Jézus is mindig úgy beszél a bűnről, mint meglévő valóságról, amit kezelni kell. Véleményem szerint nem befolyásolja az, hogy egy jó ember ellen, vagy egy rossz ember ellen követel valaki valamit. A bűn maga bűn, és Jézus ezért halt meg, hogy ezt a bűnt tudjuk kezelni. Ezzel együtt ön emberként is nagyon megrendültnek látszott, amikor Erzsike néniről kérdeztem. Megrendült voltam, mert az a szeretett kapcsolat kötött vele össze. Tagja volt ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek. Nem csupán vasárnap idejáró, úgymond lelkiséget hordozó tagja ennek a közösségnek, aki itt élt közöttünk, és aki nagyon hiányzik azóta is. Tehát valóban fájdalom volt az ő elvesztése, és nehéz volt tőle búcsút venni. Nem emlékszik rá vissza, hogy mi játszódott le a lelkében? Vagy az agyában, vagy egyszerűen csak jöttek az események gépiesen egymás után? Szóval ezen már sokat gondolkoztam, hogy volt-e. Hát 2 év eltelt, de nem tudom most rá. Meg ne haragudjon a következő mondatért, mert én nem ítélkezni jöttem ide, az a bíróság dolga, de nekem az Állat az emberben című könyv jut eszembe, hogy akkor ezek szerint rejtőzött, vagy rejtőzik bennünk egy olyan, ami egyszer csak fölbugyog? Ezek szerint, mert sosem voltam erőszakos. Mert csak nem is verekedtem. Gábor, hát valami, ha nem is észszerű, de valamiféle magyarázat nyilvánvalóan létezik arra, hogy egy amúgy normális fiatalember, aki kisebb-nagyobb lopásokkal ugyan, de azért viszonylag tisztességesen élte az életét, percek alatt gyilkossá válik. Milyen érzések kavarognak magával a találkozóval kapcsolatban? Tervezgeti-e már, hogy mit fog mondani az áldozat lányának, és így tovább, és így tovább? Én szerintem ezt kell tervezni, mert maga a helyzet hozza. Hát beszélget is maga viszi saját magát. Most én hiába tervezek el akármit, hogyha ő más fog mondani. Valahol azért úgy érzem, hogy lelkem én számít arra, hogy meg fog bocsátani. Nem. Nem? Úgy érzi, ez megbocsáthatatlan? Ezt nem lehet. Én csak bocsátom meg, hogyha nem történik volna ez. Hát Gábor, amikor beszélgettünk a legutóbb, akkor azt mondta, hogy szívesen találkozna a néni lányával. Mivel tudna elkezdeni ezt a beszélgetést? Nem is tudom, hogy kezdjem. Az biztos, hogy nagyon sajnálom történteket. És tudom, hogy ezt nem lehet megbocsátani. Meg elfelejteni se, sajnos. Ez abszolút megbocsátom.
láthatatlan dolog. Tudom. Tudom, és bennem el se lehet felejteni. És maga mit gondol magáról? Semmi jót. Semmi jót. Ugyanazt... Tud aludni? Nem nagyon. Mert én azóta nem tudok aludni egyetlen egy éjszakát se soha. Higgy el, hogy én sem. Sokszor kelltem fel, hogy izzadságba úszok. Mit érzett, amikor ütötte? Az is, hogy akkor pár pillanat nem sok. Utána. És mikor? Utána. Amikor bekerültem utána. Akkor, amikor ütött, akkor nem állt meg a keze, hogy az anyukája, vagy a nagymamája, hogy van egyáltalán, akit szeret maga. Létezik? Létezik. Nem tudom, mi történt fel. De ki az, aki mondja nekem meg, hogy ki az, akit maga szeret? Csak a család. Ki? Édesanyám, fiam. Van fia is? Van fia. És abból mi lesz? Gyilkos? Abból is gyilkos? Remélem, hogy nem. És az kin fog múlni? Hát, most sajtam, biztos, hogy nem. Édesanyám. És az édesanyja nevelte magát? Igen. És az bejön ide? Beszélget magával? Ma volt benne beszélni. Most volt benne ő is először. És ha valaki a maga anyukáját ütné? Ezzel már sokat gondolkoztam én is. Akkor mit kívánna neki? Mit? Ugyanazt, amit ütött a anyukámba. Azt, hogy most sok ember nekem kíván, gondolni ön is. És mit mondott az én anyukám utoljára? Azért jöttem ide csak. Imádkozom. Mit csinálsz? Imádkozom. És akkor még mindig mit öntem. És mit mondott? Mit mondott? Könyörgött az életéért. Igen. Igen? Mit? Hogy? Hogyan? Annyit mondta, hogy Istenem, mit csináltam? Hogy ő mit csinált? Vagy kicsoda? Hát így mondta. Így mondta. És teljesen tudatánál volt? Nem vesztett el az eszméletét? Nem. Nem így akartok, az biztos. De hát, amikor már bántotta, akkor kérdezte tőle, hogy hol a pénz, vagy miért bántott? Igen. De miért? A pénzt kérdeztem tőle. És nem mondta meg, hogy hol van? Nem. Mit mondott? Azt mondta, hogy nincs pénze. És amikor meghalt, akkor vette el a pénzét? Nem is tudtuk, hogy meghalt akkor. De hát őt akarták a fejét, akkor csak gondolta, nem? Hanem miért akarta le? Most nem tudom, nevén lehet nevezni a társamat. Tessék? A társamat nevén lehet nevezni? Nem kell megnevezni, volt egy társa, ez a lényeg. A társamat felismerte volna. Tehát akkor még élt? Nem tudom, de szóval élt. És a még ott voltak, amikor meghalt? Nem. Nem? Nem. Ott hagyták úgy, hogy... És akkor nem jutott eszünkbe, hogy mentőt kéne hívni. Nem? Azt sem gondoltuk, hogy meghal. Nem így. De hát annyi ütésre. Nem így indultunk. Hadd olvassak én is fel egy mondatot Gábor magának. A már fejen ütött és ellökéskor is megsérült sértett, döntően a bal oldalán és kissé hanyat feküdt kiszolgáltatott helyzetben. A fizikai különbségek biztosította abszolút előfölényben lévő vádlott, egyszerűen szólva, agyonverte a sértette. Ezek a tények. Azt, hogy ott úgy van leírva, én nem gondoltam, hogy meghal. Nem is akartuk, hogy így legyen. Hát egyáltalán nem úgy indultunk, hogy most ki kell mondanom ölni meg, vagy gyilkolni meg. És nem próbálta elkérni a pénzt? Vagy szépen kérni, vagy rábeszélni? Vagy dühös volt az én anyukámra?
De hogy volt, nem is ismertem. De hát akkor nem miért már dobta? Elég lett volna egy újabb bőrötmény, nem? 40 kiló. Milyen férfi létére valaki egy nőt bántani? Egy nőt megütni se szabad, nem? Illetve nem illik, mert az nem férfias, nem? Igen. És maga egy 40 kilós idős nőt vett. Asszonyom, azt mondod, hogy ugyanennyi időskorú korú fia van. Igen. Igen, hogy egyszerűen azt érzem, hogy amikor meghallottam a tárgyaláson, hogy 76-os születésű, az én fiam pont 76-os, hogy ugyanakkor szültem én, amikor a maga anyukája, az én anyukám gyilkosát. Egyszerűen nem tudom fölfogni, hogy valaki hogy válik gyilkossá. Így jól nem tudom én sem. Nem tudom fölfogni. Valahol azt érzem, hogy én is hibás vagyok abban, hogy nem vittem el anyukámat onnan. Hónapokkal előtte állandóan. Ezt gondoltam ki, hogy elhozom onnan. Féltettem ezektől, akik ott szemben laktak el. Amikor bekerültem, utána olvastam az újságban is, hogy mit tette édesanyja a társammal. Segítette anyagilag, meg mindenféle. Maga nem ismerte, de a Gyula az ismerte az anyut, és a 6 gyerekének enni adott, meg karácsonyra vitte át nekik a csomagot. Ezeket nem tudtam. Hogy mi hajjon éljön. Az is 22 évet érdemelt volna, nem csak maga. Mert hogy vihette oda magát? Nem tudtam, akkor segítette édesanyja itt. Akkor? Nem tudtam, hogy édesanyja segítette a társamékat. Mert ha tudta volna, akkor nem csinálja? Biztos, hogy de hát figyeljen, mivel nem ismerte, akkor hogy tehet ilyet, hogy egyáltalán valaki ezt betör éjszaka, és halálra veri. Mert ha haragszik rá, vagy dühös valamiért, vagy azért volt dühös, mert nem adta oda a pénzt. Nézd, nekem nem volt szükségem a pénzre. Én munkáért rendelkeztem, dolgoztam. Tönkretette a saját életét, és nem csak az enyémet, meg az anyukám. Két családnak az életemettünk. Többet. Vagyunk többen. Az a baj ezzel, hogy itt ezzel a bírósági 21 néhány oldalas bírósági végzései sajnos a történetnek korán sincs vége. A túlélők szempontjából talán csak most kezdődik. Mindig azt álmodom, hogy nem történtek. És mindig azt gondolom, hogy hát ha vissza lehet valahogy csinálni. Hát, ha vissza csináltam volna is. Maga bármiből megélhetett volna az életbe. Részeg volt? Igen. Mennyire? Tudtam magamról. És mit fog csinálni 22 év után? Ezt nem tudom mielőre megmondani. Lehet, hogy szebbre köpi a fia, nem? Lehet. Biztos vagyok benne. Lehet. Isten bizony, azért jöttem ide, hogy én is vezekeljek. Mert még mindig magamat hibáztatom annyiba, hogy nem vittem el onnan. És az, hogy magára hagytam az anyukámat. Rengeteg egyedül élő anyuka van. Az összes ismerősömet, akit tudom, akik hallották ezt, mind azt mondják, hogy Úristen, az én anyukám is egyedül van. És mindig külön lakásba akarunk lakni. Pedig nem szabadna az anyukákat egyedül hagyni. Mert jön valaki azért a nyomorult 20 000 forintos nyugdíjáért, és anyom pedig. Így jól biztos csinálom, ha lehetne. Az az érzésem, hogy magának nincs joga ahhoz, hogy éljen. Érti? Nincs joga. De tudja, mi a legszörnyűbb? Hogyha én elém odaraknának egy papírt, hogy írjam alá a halálos ítéletét, nem volnék képes megtenni, érti? Még ezek után sem. Megkérem, hogy a legyen kedves, vezesse el a fogvatartót. Köszönöm. Menjen nyugodtan. Köszönöm, bátyás. Thank you.
a Magyar Köztársaság nevében. Szűcs Gábor másodrendű vádlott, bűnös, egyrendbeli, nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettében, mint tettes, és egyrendbeli kifosztásban, mint társtettes. Ezért a bíróság Szűcs Gábort halmazati büntetésül életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítéli. Feltételes szabadságra legkorábban 22 év után bocsátható.